Szép jó napot mindenkinek! Gondolták volna, hogy egy muffin formában nem csak édes muffin vagy sós muffin süthető, hanem például mondjuk egy ilyen hús pogács vagy hús golyó is. Ma erre mutatnék egy példát, készítek egy mozzarellás hús pogácsát, és ebben a muffin formában fog sülni. Ehhez a hozzávalók kell nekem 50 deka darált marha hús. Ez akkor jó, hogyha nagyjából 20% zsírtartalmú. Ha ennél kevesebb a zsírtartalma, akkor ugye kisül a húsból az összes zsír, és akkor száraz lesz. Nekem ez most kevesebb volt, mint 20% a zsír, ezért hozzáteszek egy ilyen 4-5 deka zsírt még pluszban, hogy inkább essüljön ki, és akkor többiben nem marad a húsban, nem lesz száraz. Összevágok egy vörös hagymát, 3 gereszt fokhagymát finomra, ugyancsak apróra vágok egy piros húsú kápia paprikát, ez lehetett volna egyébként kaliforniai paprika is, teljesen mindegy. 10 deka a csiperke gombát, beleütök 2 tojást, teszek hozzá 5 deka a zsemlemorzsát, ami a legfontosabb, kerül bele szarvasi mozzarella, ebből egy 10 dekás ilyen kis korongot fogok összevágni kockákra, ezt teszem bele, teszünk még hozzá sót, borsot, köményt és mustárt, összedolgozom, megolajozott muffin sütő formába teszem, igen, 170 fokon fogom sütni 25 percig. Köretként párolt zöldségeket és burgonyapürét ajánlok hozzá, de egyébként ezek a kis húspogácsok teljesen jók hidegen is. Úgyhogy azt javaslom, lássunk is neki a munkának.